Üdvözlek mindenkit, Nekrokrim vagyok. Ha fura lenne a hangom, aki tudja, aki nem, egy költözés közepette vagyok. Fel a már lent van, fele még a régi helyen van, így aztán a füles mikrofonjában hallhatjátok jelenleg a hangom, amíg minden cucc le nem költözik a helyére. Na de, a mai videó témája, melyik játékhoz adjuk a Hűségünket. Amit szeretnék tőletek kérni, a komment szekcióba írjátok le, mit gondoltok a témáról, amíg én el kifejtem a saját mondandómat. Mert hogy a mostani generációban, ahogy a játékok fejlődnek, vagyis ahova alakulnak, gazdaságilag is, kiválasztani egy játékot, és úgy dönteni, hogy csak azzal játszunk, nem tudom, mennyire lehet ez előnyös számunkra, vagy éppen hátránnyal lenne az, hogy a hűségünket egy-egy játéknak adjuk. Szóval, mit, mit szül ez igazából? Általában ilyenkor szokta kitörni a háborúk, ugye? PC-VS konzol, akkor mit tudom én? Ez a játék, VS az a játék, BF-VS kód. Szóval, hogyha a játékosok odaadják a hűségüket egy-egy játékhoz, akkor általában kiszoktak alakulni uh, a féle háborúk. Na most ezeket a háborúkat sokszor vicces nézni, például Warframe, VS Destiny, akkor VS Antem, VS uh, Division 2, Code, VS Battlefield, ezeket mindig is vicces volt nézni, és az egész háborús a végén mindig kialakul a, nem tudsz játszani, tanulj meg játszani, és akkor majd visszatérünk rá, nem tudod, hogy miről beszélsz. Uh, többnyire ugye ez, ez, ez szokott a végkimenete lenni a dolgoknak. És itt jön a dolog veleje, hogy melyik az a játék, aminek a hűségedet adod. Miért mondom ezt? Akkor itt felteszem az újabb kérdést, hogy te mit keresel a játékban? Mi az, amire te vágysz a játéktól? Hogy megadja azt a hardcore élményt, hogy úgy érezt, hogy Ú, az igen, ez én voltam, ezt kurva jó megcsináltam. Vagy az, hogy lazán, könnyen végigmegyek az egész dolgon, és lesz ami lesz, én élveztem ezt az egészet. Mert hogy ez az a két aspektus, amit felszeretnék hozni, amiről beszélni szeretnék. Uh, ugye nagyjából tíz évig kodoztam, már hat éve Warframe-ezek, vagy három évig vittem, bfs bf uh, Szóval mondhatni, hogy szignifikánsan belementem uh, ezekbe a játékokba, és kiismertem ezeket a játékokat. Na most az öröm abban, hogyha az ember belemegy mélyen egy játékba, az az, hogy megtapasztaljanak az igaz, annak a játéknak a mélységét, már ha van neki, és az igazi uh, kihívását. Na most az elmúlt időkben, uh, az elmúlt egy-két pár évben, a játékok beindították ezt a szolgáltatás jellegű funkcióját. Na most ez a szolgáltatás jellegű funkció, ez nagyjából úgy néz ki, hogy elsőnek megveszed a játékot, vagy ha ingyen játék, akkor ingyen, de ha elsőnek megveszed a játékot, kapsz egy keveset, és ahogy telik az idő, egyre többet, 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 és jobbat is kapsz, ez kétségkívül így mindenképp jobbat is kapsz, mivel hogy ugye a fejlesztők hallgatnak, fejlesztenek, és azt szerint alakítják a játékot, és jobb esetben Például most a Destiny 2 esetében, míg a Bungie szétvált az Activision-től, a Destiny egy hihetetlen jó uh, irányt vett föl, ahol egyre jobb és több uh, content fog érkezni. A Warframe is erre egy tökéletes példa, hogy az elmúlt időben bejött a Cetus, bejött Fortuna, bejött, uh, bejöttek újabb-nál újabb a igényesebb bossfightok, -ok, jobbnál jobb Warframe-ek, és a többi szóval. Uh, és hogyha... Ugye a, játé, a a hűségedet ennek a játéknak dedikálod, akkor megkapod a mélységet, megkapod a kihívást, megkapod az igazi szórakoztató faktort, amit ez a játék nyújtani tud például mire, mire, gondolok itt, ugye a Division-ben, Division 2 -ben, Division 1-ben a rengeteg farmolásnak a végén kihozol egy nagyon jó komplet szettet, amivel el tudsz menni a legnehezebb küldetésre, el tudsz menni PvP-zi másokat, megtapasztalhatod az endgame-et magyarul. De ez mit kíván, hogy ez így megtörténjen? Időt, 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 és dedikációt, hogy te, abba, te azt a játékot folyamatosan követed, és az, annak a jutalmát és gyümölcsét fogod kielvezni. Ám viszont ott az ellentét, amikor tetszik az a játék is, tetszik az a játék is, azt is kipróbálod, ezt is kipróbálod, és mindegyiket kipróbálod, játszol velük, megveszed, viszont tapasztalatom szerint, hogyha ennyi játékkal játszol egyszerre, akkor sosem fogsz eljutni addig a szintre, ahol a játéknak az igazi veleje kezdődne. Mindig csak egy felszínes rétegig fogsz tudni eljutni, ami nem fog engedni, hogy tovább lépél arra a hardcore szintre, vagyis engedni fog, hogy tovább lépjél arra a hardcore szintre, de a teljesítményed abban a játékban, mivel hogy nem töltöttél benne elég időt, nem lesz kielégítő, ezáltal ugye frusztrációt kelt bennünk. Ugyanakkor az élmény egy, egy, felületes élményt fogsz kapni. Tegyük fel Division 2. Ha kifarmolsz ilyen alapcuccokat már mehetsz, challenging küldetése, de a hős itt sosem fogod megcsinálni, PvP-ben sosem leszel jó, a Dark zone meg, a Dark Zone pedig mindig kihívást fog nyújtani. Uh, Warframe-ben, hogyha nem veszel több karaktert, akkor bizonyos uh, jobb aspektusira a játéknak lemaradsz, ha egy dolog nem mész farmolni, nem kapsz árkéneket, és a többi, és a többi. Tehát, ha nem töltesz specifikus időt a játékba, bizonyos szolgáltatásiról, élményéről ennek a játéknak mindenképp le fogsz maradni. Viszont a játékok úgy vannak megcsinálva, ugye, hogy ezen a felszínes területen is, ha csak kézsualként játszol, megtalálj egy bizonyos fokú szórakoztatást. De a kérdés az, hogy ez az két szint. Az a szórakozás, hogy én mondjuk öt játékkal játszom, mert önnyire, mint tőle, azokról szoktatok látni videót a csatornámon, azt mondjuk én öt játékkal játszom, és mondjuk egyikbe sem megyek bele túl mélyen, az egyenlője az a szórakoztatói faktor, az az élmény, az a pénz per idő, ami egy játék, de mélyen belemenni és kitapasztalni annak a játéknak a, a valódi erejét a valódi szórakoztatásával szóval ez itt lenne az igazi kérdés te melyik utat szeretnéd választani only egy játék vagy mindegyik játékot kipróbálna. Ezért is mutattam be egy kis Girzon volt, hogy őszinte legyek. Nagyon szeretem például ezt a játékot, és az első rész óta, ami pc volt, azóta nem nagyon játszottam vele, és most végül is befizettem a Microsoftnak a, a izére, a szolgáltatása, Xbox szolgáltatására, amivel hogy kurva olcsó volt így az E3 alkalmával és hozzájutottam a játékhoz. És és ez is megint csak egy, egy a sok játék közül, amivel élvezném kijátszani. Egyes játékokat szeretnék um, casual játszani, de tudom, hogyha csak casualként játszom, mint például a Gears of War, akkor sose tapasztalom meg a multiplayer csapatjáték igazi élményét, amitől, amitől ez a játék feljebb emelkedne, mint a single player kampány maga. Uh, ja, így, így állnánk, egy nehéz téma azt hiszem eldönteni, nem tudom, hogy ti, hogy álltok vele, azt hiszem, ahogy idősödöm, inkább egyre, egyre jobban szeretném kiszélesíteni a játék világomat, és egyre több játékot kipróbálni, belemenni, eldönteni, tetszik-e, nem tetszik. Természetesen az olyan játékok, mint a Warframe Cold Battlefield, amikkel sok időt töltöttem el, mindig is ott lesznek, de pont amiatt, hogy szétoszlik ugye az embernek az ideje, így aztán olyan mély figyelmet, mint régen. Már nem is biztos, hogy szeretnék szállni erre a, játékra. Vagy, vagy ugye az van, hogy már olyan mélyen belementél a játékba, hogy úgy gondolod, hogy már nincs mit kiaknázni ebből az egészből. Nem tudom, ti leszek ezeknek a kérdéseknek a megválaszolói, hogyha szeretnétek. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, nyomj a nyom rá a csengő jelecskére hogy értesítést kapj a videóimról nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig sziasztok